egy aktot rajzolok. Igazából ez csak a saját gyönyörűségemre készítettem ezt a rajzot. Egy fekvő női aktról van szó. Megrajzoltam ilyen néhány nagyon vázlatos, de erőteljes vonallal, és akvarellel fogom megfesteni. Akvarellel is nagyon szeretek dolgozni, mert ahogy egymásba úsznak a felületek, az ilyen hihetetlen gyönyörű felületeket tud létrehozni, és nagyon szeretem, hogy az akvarell megmutatja az alatta lévő ceruzavonásokat, tehát így ötvözöm a ceruzavonásokat az akvarell transzparens felületével. Mielőtt bármit elkezdenék alkotni, az üres felületet szoktam nézni, és egyszer csak így megjelenik rajta a kész kép. Megteremtem gondolatban azt, amit szeretnék. Onnantól kezdve már nagyon könnyű dolgom van, mert már csak meg kell rajzolni, vagy meg kell festeni azt, amit már elképzeltem, amit vizualizáltam a felületen. És így történt ezzel az akttal is, hogy előre elképzeltem, hogy hogy fogom megalkotni, és tudtam, hogy a fókusza, mivel hogy a feje van elől, és a teste, a combrész van hátul, ezért a fejére, kezeire fogok nagyobb hangsúlyt fektetni, és akkor a hátul lévő combnál pedig már szinte úgy elhal a vonal, tehát így beleveszik a kicsit így a háttérbe a vonalvezetésem, ezzel egy jó kis plasztikát is lehet érzékeltetni, de tudtam, hogy az elől lévő részekre fogom a hangsúlyt fektetni. Imádtam mindig is portrét rajzolni. Amikor eljött a portrérajzolás ideje a középiskolás időszakban, akkor éreztem meg igazából, hogy milyen gyönyörű is a rajzolás. Tehát legjobban emberi arcot szeretek rajzolni, vagy emberi testet szeretek rajzolni. És azon belül is az öregeket, az öregeknek a bőrének ezt a pergamenszerű finomságát, a ráncokat, a tekintetüket, amiben úgy benne van az egész életük, a sorsuk, a szomorúságuk. Tehát igazából az öreg arcoknak a rajzolása és festése vonza legjobban. Egy nyáron lehetőségem volt Monokra elmenni egy művésztelepre, ahol vasárnap bementem a templomba, egy ilyen kis fekete jegyzetfüzetemmel, vagy vázatfüzetemmel, ami úgy nézett ki, mint hogy ilyen kis imakönyv lenne, és egy oszlop mögött megbújva kezdtem el rajzolni a monoki öregasszonyokat, ezeket a nagy fekete kendős öregnéniket, akik, tudod, ilyen bácsinénik, akinek van egy kis bajsza, nem lehet, nem, már úgy összemosódik a nemük, a nő és a férfi, tehát egy ilyen emberré, egy ilyen érdekes sors emberré válnak. És elkezdtem őket rajzolni, ilyen kis pici skicceket rajzoltam, és utána belőlük egy ikonsorozatot készítettem. Tehát az én portrésorozatom ebből indult, a monoki öregasszonyokból. Sokkal jobban szeretek öreg, idős testeket rajzolni, nem csak portréban, mint fiatalokat, mert egyszerűen izgalmasabb a forma. Biztos, hogy volt több krízisem is. 2010-ben a válásom magánéleti krízise lelkileg nagyon magára gyűrt engem. Két kisgyerekkel maradtam itthon, a férjem elhagyott minket, és akkor az mindenképpen egy változást hozott az életembe. Én akkor kezdtem el festeni. Azelőtt én színházi látványterveket, tehát alkalmazott tervezéssel foglalkoztam. A férjem meg festő volt, ez az ő posztja volt, én nem is kezdtem el festeni az ő erőteljes munkái mellett. És ekkor a festészet segített nekem feldolgozni ezt a folyamatot, és a Látom magam a fában, és a falát engem önmagában című képen volt az első kép, amit tudom, hogy konkrétan ennek a válásomnak, illetve a két fiammal való élet, egyedüli életemnek a feldolgozása volt. Igazából a cím is ugye ezt árulja el, hogy látom magam a fában. Amit ábrázoltam, az igazából én vagyok. Az a fának az odva, az az én lelkemen esett sérülés, és a két fa, a két kisebb véknyabb fa, ami ott van mögöttem, az a két fiam. És ez így, amikor alkottam, persze ez nem volt tudatos, de utána, amikor készen lettem, akkor ahogy nézegettem a képemet, így rájöttem, hogy ez a mi hármasságunkat ábrázolja. Az alkotás az számomra úgy működik, hogyha van egy téma, van egy inspiráló forrás, ami megérint, ami elkezd foglalkoztatni, és azt így először gondolatban, majd vázatokban, és utána meg kész alkotásban megjelenítem. Én díszletjelmeztervező vagyok, tehát a festményeim kicsit mindig kulisszaszerűek, tehát így kicsit olyan, még akár térben is kijönnek. Én törekszem arra a
festményeim többségében, hogy megmozgassam a teret, és kicsit már ilyen domborműszerűen kidomborodnak, besüppednek a térbe a formák, és amiket én festek általában, a természeti formák, azok pontosan tökéletesek ehhez. Tehát akár egy fának a törzsén ilyen pikkelyszerűen kiállnak a térbe a kis plexi lemezek, amiket felragasztok az alapra, vagy a zúzmú képemnél is ilyen több rétegben szűrődik át a fény a kis növények levelei között. Tehát ez nekem fontos, hogy térbeliség is legyen a képeimben, de olyan képeim is vannak, amikor igazából egy keret az egész, egy négyzet alakú, egy 50x50-es kép, aminek a közepét kivágtam, és így maga a kép, ahol szokott lenni a kép, az üres, és a keretét dolgozom ki festményként. Tehát így szeretem ezeket a kis újító kísérleteket, anyagokkal is kísérletezni, a festékekkel is. Nagyon szeretem a repesztőlaknak a hajszárrepedéseit, amit okoz a festményeken. De a plexivel is dolgoztam egy időben, és akkor a plexifóliát nagyon szépen lehet formázni. Ezzel kísérleteztem sokat, hogy lehet ezeket ragasztva, festve, repesztve egy ilyen izgalmas felületet képezni. A színházi munka, a díszlet jelmeztervezői, a látványtervezői munka az egy alkalmazott feladat, alkalmazott munka. Ott mindig egy írott drámából, egy írott műből kell kiindulva elkészíteni a terveket, és akkor miután megterveztem a díszleteket és jelmezeket, utána a színházi varroda kivitelezi a jelmezeimet, és a színházi díszlettár pedig kivitelezi az általam megálmodott terveket. Na én nekem ez most átváltott egy olyan jellegű munkába, amikor én vagyok a tervező, a rendező, a koncepciót én találom ki, és ezeknél a gyerekszabaduló szobáknál, amiből már többet is készítettem, ebben az a csodálatos, hogy teljesen az elejétől, a tervezéstől, a koncepciótól, a kivitelezésig mindent én csinálok. És én ezt imádom, mert nekem nagyon fontos az, hogy fontos a manuális munka is, és csak akkor lesz olyan a felülete annak a falnak, vagy labirintusnak, amit én kitaláltam, ha én magam csinálom meg. Tehát igazából a tárgyak beszerzése, azt is imádom, amikor ilyen lomosokhoz kell menni és berendezni egy laboratóriumot, egy ilyen tudósnak a laboratóriumát, imádom. Tehát annyi minden van, amit imádok a kivitelezésben, amit eddig nem tudtam megélni, amíg színházi munkáim voltak, hogy én ezt abszolút egy kiteljesedésnek látom, amikor játszóházat tervezek, vagy mondjuk a Korda Filmstúdió Múzeumát terveztem és készítettem el, vagy a Pagony Könyvkiadónak ugye a legnagyobb magyar gyerek irodalommal foglalkozó könyvkiadónak a Rumini szabadulószobáját megterveztem, vagy a Kicsi bácsi, kicsi néni stílusában egy szabaduló szobát készítettem, és most is egy meselabirintuson dolgozom. Tehát ezek számomra nagyon csodálatos, izgalmas tervezési és kivitelezési munkák, és ötvözik mindazt, amit a legjobban tudok, és gyerekekkel kapcsolatos, mert a gyerekek világa az nekem nagyon elemi fontosságú. Nyáron a Barballada címmel készítettünk egy performance-t a Városi Galéria egyik üres termében. Igazából ez egy archaikus, balladaszerű előadás volt, amiben a különböző női életkorokat és egy férfinak a születését, felnövését és ilyen fejlődését és eltávolodását, vagy ha úgy tetszik, meghalását játszottuk el egy performance-ban. Ezt a performance-t előre megírtam, tehát volt egy szövegkönyve, kitaláltam, alakult, próbáltunk rá, tehát nem egy spontán, improvizatív előadás volt. Volt bennem egy erős vízió arról, hogy nézzen ki, mindent fehérnek képzeltem, és Csutkai Csaba gyönyörű fotókat készítette a performance-ról, amit egyetlen egyszer adtunk elő, úgyhogy ez egy ilyen legendává vált. 20-25 ember látta, és csak a fotók maradtak meg róla. Igazából a születés misztériuma, egy kicsit a Piéta ábrázolás is benne volt, és a női léleknek a különböző aspektusai, illetve a társadalom viszonyulása az egyénhez, a mássághoz, a különbözőséghez, ez volt így összefoglalva a tematikája ennek az előadásnak. Mi már a Filter Performance Egyesületünkkel még a 2000-es évek elején megpróbáltunk egy Nem árt napok néven behozni a nyíregyházi köztudatba, a kultúrába a performance műfaját,
akkor ilyen tánc, improvizációk, kontakttáncok, és a színészek bevonásával ilyen divatbemutató improvizációk jelentek meg. Most volt ez a Barballada, és egy nagyon kedves barátnőmmel már tervezzük a következő performanszok készítését. A fiaim, a gyerekeim azok, akik a leginkább, akikben a leginkább tovább élek. Egyik művem sem olyan, amit így kilőnék az űrbe, vagy elásnék, nem tudom, így nincs annyira kötődésem az alkotásaimhoz. Amikor elkészülök velük, akkor onnantól kezdve megszületett valami, és azt így elengedem. Én nagyon jó vagyok az elengedésben, azt hiszem, nagyon sokszor kellett már az elengedést megélnem, és gyakorlom is folyamatosan, és a képeimet így nagyon szívesen elengedem, örülök neki, hogyha mást így gyönyörködtet, hogyha másnak így tetszik. Sok képem ott van a pincében összecsomagolva. Azért is nincsenek kint szerintem így az életteremben a saját képeim, mert egyikhez sem kötődöm annyira. Mindegyiket nagyon szeretem, és mindegyik felelevenít emlékeket, amikor az készült. Van egy képem, a Falu című munka, most ami így eszembe jutott ennek kapcsán, a nagymamám temetésén a papnak a keze, ahogy a reverende alól tartotta a Bibliát, és ezek a fehér kezek megfogtak vizuálisan, és ezeket utána belefestettem ebbe a Falu című képbe, mint hogyha Isten kezei ilyen marionett bábosként működtetnék a világunkat. És ezt nagyon szeretem, ezt a képet, mert tudom, hogy egy nagymamám temetéséhez kötődik. A másik, de minden képemhez valamilyen erős érzelmi indítatás kötődik, de egyik sem olyan, amihez így ragaszkodnék tűzzel vassal. Nem, és szeretem őket útjukra engedni, de ilyen kis papírcsónakot a patakon.